Szeressétek egymást, mint ahogy én titeket és a magyar erdőket szerettem. Kán Károly üzenetével köszöntöm a 30. alkalommal megrendezésre kerülő Kán Károly országos természet és környezeti ismereti verseny résztvevőit. A 20. századi magyar erdészet meghatározó személyiségének üzenete talán nem is gondolnánk, hogy mennyire igaz a 21. század embere számára is. A mai 30. alkalommal megrendezésre kerülő természet és környezetismereti verseny országos döntője némi számvetése is késztet bennünket. 1992. május 23-24-25. Az első verseny időpontja, és hogyan is kezdődött, hogyan indult ez a verseny, amely a mai napon ünnepli 30. születésnapját. Dr. Tóth Albert tanár úr, azóta professzor emeritus, egy ízig-végig elkötelezett biológia szakos, az élő természetet jól ismerő pedagógus, szakember, aki 1988-ban Kisújszálláson a Herman Otto nevét viselő országos természet- és környezetismereti versenyt útjára indította a 7.-8. évfolyamoknak. 1992-ben kistestvérét a Kán Károly természet- és környezetismereti versenyt az 5.-6. évfolyamos tanulók számára. Jeles szakemberek csatlakoztak hozzá, akik egyetértettek a verseny szellemiségével. És én azt gondolom, hogy így 30. alkalommal név szerint is meg kell említenem azokat a szakembereket, akik 30 évvel ezelőtt elindították a versenyt. Dr. Kárász Imre, Dr. Krizsán Józsefné, Garancsi Mihály, Fürsné dr. Kói Erzsébet, dr. Vajna Tamásné, Bódis Bertalan. Mezőtúrváros önkormányzata kezdettől fogva támogató partner volt, ugyanúgy a Nemzeti Parkok, az Országos Erdészeti Egyesület, később pedig a Mezőtúri Református Egyházközség. Mezőtúri Református Kollégium és a város általános, illetve középiskolái. Illetve meg kell említenem még, ha név szerint nem is, azt a szakembergárdát, akik a hátteret biztosították a verseny lebonyolításához. Sajnos a név szerint megemlített alapítók közül a mai alkalommal csak ketten képviselik a verseny elindítóit. Néhányan betegségük miatt, vagy halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni. Fürsné dr. Kói Erzsébet emlékét kegyelettel megőrizzük. Kán Károly üzenete itt nyeri el az igazi értelmét, hiszen 30 éve a téma jelentősége iránti elkötelezettség, a felelősségteljes gondolkodás, a jövőbe vetett hit indította el és tartotta meg a Kán Károly országos természet- és környezetismereti versenyt. Ezt tette lehetővé, hogy 2022. május 20-án, vagyis a mai nap, itt lehetünk a 30. alkalommal megrendezésre kerülő országos verseny megnyitó ünnepségén.
És ilyenkor, mikor egy évfordulóhoz érkezik, az ember számvetést is tesz. Nézzük számokban, mit is jelent ez a 30 év. Az iskolai fordulókon körülbelül 150 ezer tanuló, a megyei fordulókon 65-70 ezer, és itt az országos döntőn körülbelül 1300 tanuló fordult meg a 30 év alatt. Rendezőszervként a pedagógiai intézetek, az erdészetek, nemzeti parkok, a mezőtúri főiskola, a mezőtúri református kollégium és a város általános és középiskolái is bekapcsolódtak. A járványhelyzet miatt az utóbbi tavaly és a tavaly előtti évben online formában zajlott a verseny. Nem gondoltuk, hogy megvalósítható, de az eredmény azt mutatta, hogy igen, ezt is meg lehet oldani. Az előbbiekben említettek a szakmai hátteret biztosították, és talán első helyen kellett volna említenem az elkötelezett tantárgyaik oktatásában a legjobbak közé tartozó pedagógus kollégáimat. Hiszen ha a pedagógusok nem vállalják a többletmunkát, ha nem ilyen elkötelezettek a természet és a környezet védelme iránt, amit még további szeretnének adni, akkor a legnagyobb akaratunk ellenére sincs, semmilyen szinten sem verseny. Óriási köszönet és hála a szaktanároknak, akik itt és most képviselik azokat is, akik a 30 év alatt jelen voltak az országos döntőn, itt Mezőtúron. Kedves versenyző gyerekek, most hozzátok szólok, akik most jelen lehettek ezen az országos döntőn, és talán még nem is érzitek, hogy milyen szerencsések vagytok. Persze ez nem ingyen jött, sokat tettetek ezért, hogy bejuthattatok az országos megmérettetésre, és lehet, hogy itt dől el leendő hivatásotok épp úgy, mint a korábbi években idősebb versenyzőtársaitoknak. Gratulálok a felkészítő pedagógusoknak, akik most jelen vannak, gratulálok a szülőknek, akik mindvégig figyelemmel kísérték tanítványaikat, gyermekeiket, és az eredményes közös munka jutalmaként itt lehetnek a mai nap Mezőtúron az országos döntő helyszínén. És ezek után most tisztelettel köszöntöm az elnökség tagjait. Nagy tiszteletű Mihalina Lászlót, a Mezőtúri Református Egyházközség lelkészelnökét. Égerné Tamás Anna Máriát, a Mezőtúri Református Kollégium főigazgatóját. Herceg Zsoltot 2022. április 30-áig Mezőtúrváros polgármestere és május 1-től országgyűlési képviselő. Andrésiné dr. Ambrus Ildikót, az Ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium igazgatóját, az Országos Erdészeti Egyesület alelnökét. Dr. Katona Krisztinát, a Gál Ferenc Egyetem dékányát. Puskás Lajost, az Országos Erdészeti Egyesület Békés megyei helyi csoportjának a vezetőjét. Rácz Péter Bélát, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal mezőtúri járási hivatal vezetőjét. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Farkas Lajosnét, Kán Károly unokáját. És fiát, Farkas Dánielt, Kán Károly dédunokáját. És köszöntöm dr. Krizsán Józsefnét, a versenybizottság titkárát, Pro Natura díjas tanárt.
Bódis Bertalant, a versenybizottság elnökét, szaktanácsadó, szakértő, mesterpedagógust. És köszöntöm vendégeinket, akik jelenlétükkel, érdeklődésükkel tisztelik meg rendezvényünket. Meg kellett volna, hogy érkezzen Márkus Zsolt és Veres Miklós, a Számítástechnikai Kutatóintézet osztályvezetői, akik nagyban hozzájárultak az elmúlt 2 év online versenyéhez, és az idei alkalommal is a verseny bizottság tagjainak nagy segítségére voltak. És itt az első sorban köszöntöm az egykori versenyzőket, dr. Bagosi Máriát, testvérét Bagosi Attilát, és köszöntöm dr. Andrési Dánielt, ők mindnyájan a korábbi versenyek országos döntőjének voltak a résztvevői, és köszöntöm utoljára, de nem utolsó sorban Mezőtúrváros képviselőtestületének jelenlévő tagjait is. Nyitó ünnepségünk kezdetén énekeljük el közösen a himnuszt. Ünnepségünk folytatásaként fogadják szeretettel Éger Ádám iskola lelkész előadásában Szép Ernő az öreg diákokhoz című versét. Szép Ernő az öreg diákokhoz. Öreg diákok, túri diákok, nektek messziről egyet kiáltok, szívem trombitál messziről néktek, Túrvárosát el ne felejtsétek. Túrvárosának vén fehér tornyát, azt az egyszerű, szép magyar formát, harangozás a hármas szózatját, ha szólongatja a mennyek atyát. Templom mellé, ugye oda láttok, ott a ti nagy latin palotátok, hova álomban még visszajártok,
öreg diákok, túri diákok. Jó vonulra a padban ülni. Bánattól, gondtól elmenekülni. Fáradt lelkünkbe friss lelket lelni. Túri tanítást szívesen nyelni. A túri leckét, öreg diákok, nem a latint, kit napnak bevágtok, azt, amit adtak, és fel se kérdezték, azt a szépséges, szép magyar leckét, testvért védeni, hazát szolgálni, hitet, hűséget, harcokat állni, a nemes virtust itt tanultátok, túri diákok, öreg diákok. Nem ennyi bajjal, nem ennyi évvel, a zsenge szívvel, fiúi hévvel úgy imádjátok, amit imádtok, öreg diákok, túri diákok. Két életünk van a világon, az egyik az élet, a másik az álom, az egyik tövistád, a másik virágot. Ugye tudjátok, öreg diákok? Berettyó parton, tavaszi füzek, ifjú eszmények, örökké szűzek, susogó fűzfák, amit meséltek, túri diákok, ne feledjétek. Öreg diákok, ne felejtsétek az ifjúságot, el ne ejtsétek. Ifjak maradtok, túlra, ha jártok. Testvéreim, jó öreg diákok! Nagyon köszönjük, azt gondolom lelkünk mélyéig hatoltak ezek a gondolatok. Köszönjük. És akkor most ismét a 30 év, 30 éve helyszíne a Kánkároly Országos Természet és Környezetismereti Verseny döntőjének mezőtúr. 10 éve immár, hogy a verseny helyszíne a mezőtúri református kollégium. Kérem nagy tiszteletű Mihalina László urat, a mezőtúri református egyházközség lelkészelnökét, mint a versenynek helyet adó intézmény fenntartóját, igei köszöntőjének elmondására. Kedves megjelentek, adjunk hálát az elmúlt 30 esztendőért. Engedjék meg, hogy imádságot mondjak most a megjelentekért, és kiemelten a versenyző kisdiákokért. Hajtsunk fejet, csendesedjünk el, és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked a Kánkároly verseny 30 esztendejéért, mindenkiért, aki részt vett annak a szervezésében, lebonyolításában, adtál erőt és egészséget mindehez, és köszönjük a versenyzőket, akik megismerhették még jobban a te teremtett, csodálatos világodat. Köszönjük azt, hogy ennyi esztendőn keresztül kiemelten a természetvédelem, a környezet tudatosság, Urunk, a te teremtett világodnak a védelme még nagyobb figyelmet kapott. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy most kiemelten azokat a kis versenyző diákokat áld meg békességgel, lelki nyugalommal, akik felkészültek, hogy előadásokat tartsanak, terepgyakorlaton vegyenek részt, különböző feladatokat oldjanak meg. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy légy velük, te adj nekik erőt, amit megtanultak, azt elő tudják adni, és meg tudják élni ennek a néhány napos versenynek az örömét, izgalmát és a közösséget, hiszen a Kánkárolyos nagy családnak a részesei lesznek ezután már. Urunk, így áldj meg bennünket, résztvevőket, mindenkit, akik jelen vagyunk ezen a versenyen. Ezért imádkozunk hozzád, Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Amen. Nagyon köszönjük, lelkész elnök úr.
És most kérem Égerné Tamás Anna Máriát, a Mezőtúri Református Kollégium főigazgatóját, az Országos Versenynek Helyet Adó Intézmény vezetőjét, köszöntse ünnepségünk résztvevőit. A Mezőtúri Református Kollégium dolgozói és tanulói ifjúsága nevében nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Az 1992-es év egy nagyon különleges év lehetett, hiszen mi magunk is az elmúlt héten adtunk hálát azért, hogy 30 éve került újra egyházi fenntartásba ez a gyönyörű iskola, és 30 éve indult útjára ez a verseny. Én nagyon hálás vagyok azért is, hogy 2 év után újra szemben ülnek velem fiatalok, és az őket felkészítők és kísérők, hiszen nagyon jó volt az is, hogy meg tudtuk oldani a technika segítségével azt, hogy akkor is, az elmúlt 2 évben is lehetett verseny, de azért hát így mégis jobb. Mégis jobb, hogy látom a csillogó szemeket, látom az izguló gyerekeket, én azt kérem, hogy ne izguljatok, szerintem nagyon ügyesek lesztek mindannyian. Mégis jobb az, hogy így személyesen tudunk találkozni. Én nagyon hálás vagyok azért is, hogy mi lehetünk azok, akik otthont adhatunk ennek a versenynek. Én szeretném megköszönni a szervezőknek, az állandó szervező stábnak azt, hogy ilyen munkát tesznek e mögé, a verseny mögé. Köszönöm az őket segítőknek is, hiszen azért nagyon sokan vannak mögöttük, és az elmúlt néhány napban nagyon sok programot kellett nekünk is megszerveznünk. Én többször utaltam a Kán Károly verseny szervezésére, és mondtam azt, hogy ha van miből tanulni szervezést, akkor a Kán Károly verseny szervezéséből lehet tanulni, hiszen annyira precíz, annyira pontos, és látszik, hogy 30 év van mögötte, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer ezt a munkát. Én nagyon sok sikert kívánok valamennyi kedves kisdiáknak. Köszönöm a felkészítőknek és a gyerekeket elkísérő szülőknek is, és kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat itt nálunk Mezőtúron. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, és most kérem Herceg Zsoltot, jelenleg a térség országgyűlési képviselőjét, üdvözölje a nyitó ünnepség résztvevőjét. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Külön szeretném köszönteni nagy tiszteletű lelkészelnök urat, főigazgató asszonyt, Kán Károly leszármazottait, az elnökség minden tagját. Azzal kezdeném, hogy jó itt lenni. Sokszor megadatott a számomra, hogy itt lehetek egy jeles alkalommal az ünnepélyes megnyitón. És hát az elmúlt 2 évben ugye sajnos ugye megemlítésre került, hogy csak online módon lehetett megrendezni, de az nyilván teljesen más és nem életszerű, mint ahogyan majd most itt ezen a hétvégén a versenyzők számot adhatnak a tudásukról. Tisztelt jelenlévők, mindannyian tudjuk, hogy a környezetünk és a természet védelme milyen kiemelt fontossággal bír. Mindent mindenkinek, kinek-kinek a maga helyén meg kell tennie azért, hogy óvjuk, védjük, és úgy tudjuk majd visszaadni az unokáinknak, ahogyan azt ugye nálam sokkal bölcsebb ember fogalmazta meg, hogy az unokáinktól kaptuk kölcsön, hogy lehetőleg minél kevesebb kárt tegyünk benne. Tisztelt versenyző diákok, ti már nagyon sokat tudtok a környezetvédelemről, a természetvédelemről. Nyilvánvalóan még messze-messze az út vége, tehát a tanulás vége, de én is nagy tisztelettel szeretnék mindannyiótoknak és a felkészítő tanároknak, pedagógusoknak, illetve a szülőknek is gratulálni ahhoz, hogy eljutottatok ide, és én is azt kívánom, és kérlek benneteket, hogy ne izguljatok, élménynek tekintsétek ezt a versenyt. Biztos vagyok benne, hogy ha majd felnőttök, akkor büszkén fogtok visszagondolni arra, hogy eljutottatok egy ilyen megmérettetésre, és hát természetesen azt kívánom mindannyiótoknak, hogy óvjátok, védjétek a természetet, és ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogyha fiatalokkal beszélek erről a témáról, hogy igenis hívjátok fel a társaitok figyelmét, hogyha olyat láttok, ami nektek nem tetsző dolog, ami a környezetvédelem és a természetvédelemre vonatkozik. Úgyhogy nektek most már ilyen jellegű küldetésetek is van. Sok sikert kívánok mindannyiótoknak a versenyhez. Azt kívánom, hogy hozzátok ki magatokból a lehető legtöbbet.
Én is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel szeretném megköszönni dr. Krizsán Józsefné Piroskának és Juhászné Szigeti Erzsébetnek a szervező munkát és mindenkinek, aki segítette őket. Szeretném megköszönni a Református Egyházközségnek a támogató segítséget, az, hogy már 10 éve itt lehet ez a verseny. Köszönöm minden támogatónak, aki bármilyen módon segítette a verseny létrejöttét és lebonyolítását. Én azt kívánom még egyszer mindenkinek, hogy élje meg élményként itt ezt a hétvégét mezőtúron, és eredményes jó versenyzést kívánok mindenkinek, a zsűrinek pedig nagyon jó munkát. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen, és most Kán Károly családjának képviselői, Farkas Dániel, illetve a 30 év alatt a család, ha csak tehette, képviseltette magát mezőtúron ezen a rendezvényen, a 30. jubileumi versenyükön, mint a Kán Károly család tagja, köszönti, és kérem, hogy köszöntse Farkas Dániel a verseny résztvevőit. Tisztelt szervezőbizottság, tisztelt meghívott vendégek, kedves versenyzők! Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy dédapám Kán Károly születésének 155. évfordulóján és a 30. alkalommal megrendezett Kán Károly verseny megnyitó ünnepségén a család nevében részt vehetünk. Nagyszerű dolog és jó érzés, hogy a legifjabb természetkedvelők már 11-12 évesen Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny keretében elmélyednek a természet legapróbb részleteiben, természetvédelem aktuális kérdéseiben. Az immáron 30. alkalommal megrendezett versenyen a család közel 20 éve vesz részt itt mezőtúron az ünnepségeken, általában a záró rendezvényeken, és a nyerteseket szoktuk köszönteni, de most a megnyitón minden versenyzőnek tudunk gratulálni, hogy eljutott a döntőig. Sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához. Hálásan köszönjük a szervezők, segítő tanárok és közreműködők áldozatos munkáját, hogy 2 év kihagyás után ismét itt lehetünk együtt. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehet velünk Kán Károly egyetlen élő unokája, édesanyám, aki idén töltötte be 90. életévét. Már nehezebben mozog, rosszabbul lát és hall, de amikor arról volt szó, hogy eljönne velünk mezőtúrra, gondolkodás nélkül azt mondta, hogy itt a helye. Sok sikert kívánunk a versenyhez, és köszönjük, hogy itt lehetünk, és felidézzük a minden beszédben, és immáron itt is elhangzó üzenetet, mely a Farkasréti temetőben álló Kán Károly síi emléken olvashatunk. Szeressétek egymást, ahogy én titeket és a magyar erdőt szerettem. Köszönöm szépen. Andrésiné dr. Abrus Ildikó, az Ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakközépiskola igazgatója, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke köszönti a jelenlévőket. Tisztelt országgyűlési képviselő úr, lelkészelnök úr, főigazgató asszony, kedves versenyzők, kedves pedagógus kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 166 éves Országos Erdészeti Egyesület alelnökeként és a történelmi Magyarország első erdőri szakiskolájának igazgatójaként köszönthetem a Kán Károly verseny 30. ünnepi megnyitóját. Nekünk már csak az a feladatunk, hogy hidat építsünk a múlt és a jövendő közé, és ennek a hídnak a pilléreibe beépítsünk mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. Így írta Vas Albert gondolatait, és azt gondolom, hogy ezzel az idézettel méltó kezdeni egy köszöntőt, amikor Kán Károly munkásságára próbálunk emlékezni. És én néhány gondolatot szeretnék csak ezekbe a pillérekbe, ezekbe a képzeletbeli pillérekbe beleépíteni Kán Károly tevékenységeiből. Elsőként az alföldfásítási feladatait. Hiszen mindannyian tudjuk,
hogy a trianoni békediktátum következtében erdeinknek 80%-a határon kívülre került, és ekkor nagyon fontos feladattá vált, hogy a kis országhatáron belül meginduljon az erdősítés, ezen belül is az alföldfásítás. Kán Károly már akkor is korát meghazudtolóan előretekintett, és az 1923-ban megjelent alföldfásítási törvény a munkájának az egyik első ilyen kiemelkedő gyümölcse. A másik pillérbe beépítendő gondolat az erdők közjóléti szerepének a hangsúlyozása. Volt már arról szó, hogy ugye az elmúlt két évben online módon kerültek megrendezésre a versenyek, és az erdők közjóléti szerepe az elmúlt két évben a pandémia idején jelentős mértékben felértékelődött. És ezt Kán Károly már akkor is látta. Akkor is látta, hogy nem csak a gazdasági jelentősége fontos az erdőnek, hanem az, hogy oda mi kimenjünk, hogy élvezzük az erdőnek a szépségét, a természetnek az örök valóját. Harmadikként szeretném a természetvédelmi tevékenységét beépíteni ezekbe a képzeletbeli pillérekbe, hiszen a természetvédelemért tett gondolatai, tevékenysége, az első természetvédelmet is magába foglaló törvény megalkotása is kiemelkedő jelentőségű volt. És nem szeretném önmagamat meghazudtolni, de pedagógus lévén nagyon fontosnak tartom az erdészeti középfokú oktatás fontosságának a beépítését ezekbe a pillérekbe, hiszen az alsófokú oktatás megindult már 1883-ban, de Kán Károly már 1904-től azt hangsúlyozta, hogy szükség van olyan technikusi végzettségű középfokú erdész emberekre, akik az erdőmérnökök munkáját az erdőben, kint, a gyakorlatban segíteni tudják. Oroszi Sándor egy tanulmányában azt írta, hogy Kán Károly öröksége keresi az örökösöket. Én azt gondolom, hogy itt megtalálta. Megtalálta azokat az embereket, akik példamutatóan tenni akarnak a természetvédelemért, akik tisztelik az erdőt, szeretik az erdőket, és megtalálta bennetek jövő természet iránt rajongó gyerekeikben azt az örökösöket, akik itt vagytok, készültetek ezekre a versenyekre, és azokat a pedagógusokat, akik mindent megtesznek azért, hogy ti sikerrel vegyetek részt ezen a versenyen. És azt gondolom, hogy ötödikként ezekbe a pillérekbe a hely szelleméhez méltóan egy pálapostoli gondolatot szeretnék beépíteni, és ezt útravalójul adni a versenyzőknek. Minden dologban magadat ad nemestettek példaképéül, a tudományban a méltóságot és romlatlanságot mutatva. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen, és akkor már sokadjára említem, hogy 30. jubileumi verseny. És megnyitóján vagyunk, és ez nem múlhatná el anélkül, hogy egykori versenyzők ne szóljanak az itt jelenlévő 11, 12, 13 éves jelenleg versenyzőkhöz. Köszöntöm körünkben Bagosi Attilát, dr. Bagosi Máriát és dr. Andrési Dánielt, akik néhány évvel ezelőtt ezen a versenyen voltak jelen, és hogyha áttételesen is, de ez a verseny esetleg szerepet játszott iskola vagy pályaválasztásukban. És akkor kérem őket, hogy köszöntsék a jelenlévő versenyző diákokat, és mondják el nekik, milyen így felnőttként visszatekinteni erre a versenyre. És akkor én azt gondolom, tartsuk Marikát először, és utána a fiúkat. Tisztelt elnökség, tisztelt felkészítő tanárok, kísérők, kedves versenyzők! Testvéremmel együtt köszönjük, hogy korábbi versenyzőkként részt vehetünk a Kán Károly 30. országos természet és környezetismereti verseny megnyitó ünnepségén. Külön köszönjük a felkérést Krizsán Józsefné Piroska néninek,
hogy néhány szót szólhatunk a versenyzőkhöz, a versenyhez kapcsolódó élményeinkről. Jó leső érzés, hogy nem felejtettek el itt el minket, mint ahogy mi sem felejtettük el az itt szerzett tapasztalatainkat, emlékeinket. Én először 2005-ben vettem részt a Kán Károly verseny döntőjében, és bár az ekkor elért negyedik helyezésemet óriási kudarcként éltem meg, az valójában egy máig meghatározó tanulsággal szolgált számomra. Ezt a tanulságot talán dr. Tóth Albert tanár úr fogalmazta meg a legszebben, egy nekem írt és azóta is őrzött levelében. Alaposan, becsületesen kell készülni a következő próbatételre. A következő próbatételt számomra a Kán Károly verseny 2006-os döntője jelentette, ahol a kitartó munkának és Szakál Lajosné, valamint Kurtán Mónika felkészítő tanárainak köszönhetően immár felállhattam a dobogó legfelső fokára. Ezt az eredményt aztán a Herman Otto versenyen is sikerült megismételnem. Bár ezt követően a biológiától meglehetősen elszakadva jogi területen folytattam a tanulmányaimat, mindig is szem előtt tartottam, hogy a kitartás és a szorgalom meghozza gyümölcsét. 2016-ban végeztem el a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának jogászképzését, 2021-ben pedig megszereztem a doktori PhD fokozatomat. Ugyancsak 2021 óta a Debreceni Törvényszék büntető ügyszakos bírósági titkáraként dolgozok. Kedves versenyzők, kívánom, hogy hasonlóan hozzám olyan emlékekkel, tapasztalatokkal távozzatok innen, amelyeket a verseny után is felhasználhattok, abból erőt meríthettek. A verseny szervezőinek pedig kívánom, hogy még sokáig rendezzék meg a Kán Károly versenyt, felejtetetlen élményeket szerezve a mezőtúra érkezőknek. Köszönöm szépen! És akkor most kérem Marika testvérét, Attilát, most ő emlékezzen vissza ezekre az alkalmakra. Tisztelt szervezőbizottság, tisztelt felkészítő tanárok, jelenlévők, meghívottak, és kedves versenyzők. Egykori versenyzőként, bár sok-sok évvel ezelőtt történt, mégis élénk emlékekkel tekintek vissza az itt mezőtúron a megmérettetésen töltött napokra. Ugyan az elmúlt mintegy 15 évben, ami az első részvételem óta eltelt, számtalan tanulmányi versenyen, vizsgán, munkahelyi kihíváson kellett megmérettetnem magamat, mégis a Kán Károly verseny 3 napja emlékezetes maradt. Az aggodalom, hogy vajon működik-e a prezentáció a kis előadásom, működik-e a mikrofon, tudom-e léptetni a prezentációt, hallatszódik-e majd a hang, lejátszódik-e a videó, hogy lejegyzeteltem-e, megfigyeltem-e mindent a terepgyakorlaton, hogy a természetbuvár összes cikkét áttekintettem-e az elméleti forduló utolsó percei, az elméleti fordulót megelőző utolsó percekben, és még sorolni lehetne ezeket az emlékeket, amik ha előjönnek, még most is rémisztők. De mégis, hogyha számtalan, ennyire rettentő élménnyel szolgált ez a verseny, hogyan lehet kellemes, élénk emlék belőle? Úgy gondolom, hogy a válasz, a versengés a Kán Károly verseny szellemiségében keresendő. Nem csak erről a 3 napról van szó ugyanis, hanem hosszú hónapok munkájáról. Hosszú hónapok kitartó, verejtékes munkájáról. És versenyzőként ebben a pillanatban úgy tűnhet, hogy csak a helyezés, a pontszám fog számítani. Hogy erre a hosszú munkára majd az elért eredmény fogja felhelyezni a koronát. Ez azonban úgy gondolom, hogy egy fals gondolat. Élni csak úgy lehet igazán, hogyha mindig többek, mindig jobbak szeretnénk lenni. Ezt tanította nekem a versengés, és nem csak a versengés másokkal, hanem különösen a versengés önmagammal. És élni csak úgy szép, hogyha ismerjük, szeretjük és gondozzuk a minket körülbelül környezetet, a természetet. Ezt tanította nekem a Kán Károly verseny, és bár nővéremhez hasonlóan én sem a biológiában és a környezetismeretben helyezkedtem el, hanem jelenleg szoftverfejlesztőként tevékenykedem, azonban úgy gondolom, hogy nem kell ezen a területen dolgozni ahhoz, hogy az ember ezeket az értékeket vallja és óvja.
E gondolatokkal zárva szavaimat szeretném megköszönni még egyszer a szíves meghívást, és szeretnék sok sikert és sok felejthetetlen emléket kívánni a felkészítő tanároknak és a versenyzőknek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Köszönjük, Attila, a élvezetes gondolatokat, amit kaptunk a te itt töltött napjaidról. És most szeretném kérni dr. Andrési Dánielt, aki szintén versenyzője volt a Kánkároly országos döntőjének. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlési képviselő úr, lelkész elnök úr, főigazgatóasszony, szervezőbizottság, kedves felkészítő tanárok, kedves versenyzők, köszönöm a bemutatást. Engem az a szerencsés helyzet ért, hogy gyakorlatilag beleszülettem a szakmába. Szüleim, illetve nagyapám is erdőmérnökként dolgoztak, illetve dolgoznak jelenleg is. Ezt követően általános koromban volt szerencsém eljutni a Kánkároly versenyekre. Ez 22, illetve 21 éve történt meg, tehát már történelemnek mondható. És ezt követően Herman Otto versenyen is képviseltettem magam, majd a középiskolában egy kicsit a szakmától távolabb egy gimnáziumba kerültem Szegedre. Egyébként szülőhelyem Ásotthalom, Csongrád megye egyik legerdősültebb települése, tehát ez is hozzájárult a szakmat szeretetéhez, illetve a versenytapasztalatok, illetve sok élőlény, élőhely megismeréséhez. Egyetemi tanulmányaimat Sopronban folytattam, tehát én az egykori versenyzők közül az egyik ritka kivétel vagyok, aki a szakmába tanult, illetve a szakmába maradt. 2007-ben kezdtem egyetemi tanulmányaimat, és a Kánkároly versenynek nagyon sok mindent köszönhetek, hiszen rendkívül sok természetbuvár cikket kellett, hogy az előttem szólók is mondták elolvasni, és ezek a természetbuvár cikkek hozzájárultak az egyetemi tanulmányaimhoz, hogy ott sikeresen helytálljak egy-egy földtan, növénytan, dendrológia vizsgán. 2012-ben okleveles erdőmérnökként végeztem, mivel azonban nem voltam megelégedve a növény, illetve állattani ismeretekkel, ezért párhuzamosan elkezdtem a természetvédelmi mérnöki képzést. Itt 2014-ben alapképzési diplomát szereztem, és mivel még akkor sem voltam teljesen elégedett, ezért doktori fokozatot szereztem, doktori témám pedig a futóbogarak köré épül. Nagyon sokan tudják, hogy a természetszerű erdőfelújítási módszerek ugye egyre jobban elterjedtek, főleg a hegy- és dombvidéki területeken. Ezt kötöttem össze a futrinkákkal, és egy kicsit bogaras emberré váltam. 2015-ben kikerülve a való világba, édesanyám is mondta, hogy ugye Kánkároly ugye az Alföld fásításért nagyon fontos lépéseket tett meg. Engem a szívem hazahozott, tehát az Alföldön én úgy gondolom, hogy kihívás erdőt csinálni, hegy meg dombvidéken kicsit egyszerűbb dolog, ezért hát ha nem is Ásotthalomra, de Kecskemétre kerültem vissza, és a KEFAK Kiskunsági Erdészet és Faipari ZRT-nél kezdtem el dolgozni. Jelenleg ott erdőgazdálkodás és természetvédelmi osztályvezetői pozíciót töltök be, illetve 2019-től egy nagy LIFE projektnek vagyok a projektmenedzsere. Ez az Oki Life nevű projekt, Kunpeszér községhatárban, Bács-Kiskun megye északi részén folyik ez az élőhely fejlesztési projekt tulajdonképpen. Tehát én maradtam szakmán belül, és a versenyzőkhöz szólnék még néhány gondolatot. Kérem, hogy ne izguljatok, ez már egy nagy csoda, hogy eljutottatok idáig, tehát legyetek hálások a szüleiteknek, felkészítő tanáraitoknak, és akkor nagy kalappal kívánok mindenkinek sok sikert, jó szerencsét! Nagyon köszönjük ezt az életutat, amit eddig Dániel bejárt a végzése óta, illetve mióta itt megfordult mezőtúron, és hát megvan a példa nektek, gyerekek, lehet követni. Köszönjük szépen, és ugye, ahogy az elején is jeleztem, az alapítók közül többen nem tudtak eljönni, de dr. Kárász Imre, professzor emeritus,
levélben üdvözli a verseny résztvevőit. Csak egy rövidke részletet szeretnék felolvasni és átadni a jelenlévőknek a kollégánk visszaemlékezéséből. Szeretettel köszöntöm a 30 éves Kánkároly verseny megvalósítóit. Nem csak az országos döntőn résztvevő versenyzőket, tanáraikat és szervezőket, hanem mindazokat, akik sok-sok iskolában, civil szervezetben, hivatalban, közművelődési intézményben, szerkesztőségben és erdészetben hosszabb, rövidebb ideig szorgoskodtak eme országos környezet és természetismereti seregszemle életben tartásáért. Szerencsésnek érzem magam, hogy negyed évszázadon át én is tagja lehettem ennek a népes csapatnak a Heves megyei versenyszervezésével, sőt, az első másfél évtizedben a versenybizottság tagjaként aktív részese lehettem a mezőtúri döntőknek is. Nehéz lenne elfeledni az élményeket, amelyek kísérői voltak a versennyel kapcsolatos teendőknek. Ezernyi fénykép, a mezőtúri fazekasok remekei, a versenyről készült kiadványok, kertünk madarai egyaránt emlékeztetnek nap mint nap a Kánkároly versenyre. Szeretettel küldi üdvözletét, sajnos egészségi állapota miatt nem tud jelen lenni a mai versenyünkön. És akkor most egy következő részhez érkezvén, kedves vendégeink, az országos döntőn résztvevő diákok az előre megadott témának megfelelően posztereket is készítettek. A jubileumi 30. alkalomra készített poszterek témája szülőföldem védendő értékei. A poszterkiállítás és a Kánkároly 30. országos természet és környezetismereti verseny döntőjének megnyitására tisztelettel felkérem Bódis Bertalant, a zsűri elnökét. Tisztelt elnökség, kedves kollégák, felkészítő tanárok, versenyző gyerekek! Én itt 29. alkalommal állnék, hogyha nem lett volna közben két online verseny. És engedjétek meg, hogy először köszöntsem a két kollégámat, akikkel úgy gondolom, hogy nagyszerűen lebonyolítottuk ezt az online versenyt. Kicsit késő érkeztek meg, Márkus Zsolt és Veres Miklós kollégám ott ül hátul, akik... akikkel nagyszerűen együttműködve ezt a két évet valahogy átvészeltük, ezt a Covid időszakot. Engedjétek meg, hogy megköszönjem azoknak a megyei szervező kollégáknak, akik közül itt látom a Molnár Tamást és a Kurtán Mónika igazgatóasszonyt, és lehet, hogy még és nem utolsó sorban azokat a kollégákat, akik sokat szorra vannak itt, élükön Tóth Géza tanárulat, aki 20-szor van itt a Kánkároly versenyen. Tőle többet csak én voltam itt, de én a kezdeti felkészítő tanári minőségem után váltottam, és feladatíró, illetve szervező zsűritag, és most már zsűri elnökként köszönhettek benneteket. Igen, engem lehet néha szidni ezekért a nehéz feladatokért, meg egyáltalán ezekért a komoly kihívás jelentő feladatokért, de úgy gondoltam, hogy ennek az országos versenynek van egy olyan rangja, amit a kezdetekben kivívott, és ezt a rangot fönn kell tartani azzal, hogy valóban megtartjuk ennek a versenynek a szellemiségét és a színvonalát. Úgy gondolom, hogy akik ide eljutottak most és itt vannak, azok valóban megdolgoztak, nem véletlenül történt a dolog. Látom bólogat az egyik versenyző, akit eddig csak az online versenyről ismertem, de most szerencsésen akkor élőben is megismerhettem a
Csongrád-Csanád megyei versenyző barátomat, és engedjétek meg, hogy ez a versenyhez valóban sok sikert kívánjak. Kicsivel másabb lesz, mint az eddigi volt, más csapat, más zsűrivel, de a szellemiségét és a hagyományokat szeretném továbbvinni. Tehát ugyanúgy a kis előadások során megmaradtak azok a mutatók, amiket kértünk, és hamarosan el is indítjuk. A terepgyakorlat ugyanúgy 3x25 kérdés fog felölelni, a részleteket majd természetesen el fogom mondani, és az utolsó nap pedig számot adhattok arról, hogy hogyan készültetek föl az elméleti tudnivalókból, a természetbúvárból, vagy éppen a megadott nemzeti parkok ismerete hogyan maradt meg bennetek. És emellett természetesen szeretném, hogyha ez egy élmény lenne, és valóban úgy mennétek haza, hogy itt jól éreztétek magatokat, lesz egy-két olyan kis rövid pihentető program, amiről Piroska néni gondoskodott, és bízom benne, hogy aztán vasárnap délben úgy köszönhetünk el, hogy viszontlátásra a következő Kánkároly versenyen, vagy a Herman Ottó versenyen, aminek a szellemisége hasonló, és most már ugye élőben tudjuk ezt a Herman Ottó verseny esetében is biztosítani. Bízunk benne, hogy elfeledjük ezeket az éveket, amit a Covid hozott nekünk, és folytathatjuk tovább úgy, ahogy az elmúlt időszakban csináltuk. Első ilyen dolog, amiről számot adtatok, ugye szülőföldön védett értékei, hát nagyszerű plakátokat látok, nagyon irigylem, illetve nem irigylem a zsűrit, akinek már el kell döntenie, hogy kit fog ezek közül kiemelni, kit fog díjazni. Azt ugye tudjátok, vagy tudják, hogy ez nem számít bele a verseny fővonalába, tehát külön díjakért megy, éppen ezért ugye ilyen módon szeretném felhívni rá a figyelmet. A következő időszak, illetve a program úgy folytatódik, hogy most egy kicsi technikai szünet után majd akkor a kis előadásokra előkészülünk, és közben meg lehet nézni ezt a kiállítást. Azt hiszem nem kell kommentálni, mert ugye valaki megáll egy-egy kép előtt, akkor láthatja, hogy minden szívét, lelkét beletette az alkotó azokban a művekbe, és nem kell mondanom, hogy maradandó értéket fog ez hordozni, hiszen itt marad Mezőtúron, és úgy, ahogy az elmúlt 29 év során ezek az emlékek itt maradnak. Egyébként van egy szobánk, Piroska néni most is berendezte, ahol a régi emlékek, fényképek, pólók és minden más újra megtekinthető. Vannak itt közöttünk még hasonlóan többször visszajáró kollégák, és gondolom, hogy jó érzés lesz rátekinteni ezekre a régi képekre, tablókra. Mindezek után, és kicsit hosszúra nyúlt jubileumi megnyitó ünnepség végén, akkor hagyd mondjam ki a bűvös mondatot, ezennel a Kánkároly verseny, 30. Kánkároly versenyt megnyitom, jó versenyzést, jó szereplést kívánok mindenkinek, köszönjük a elnökségnek és a minden tagjának, a versenybizottságnak az eddigi munkáját. Hajrá, mindenkinek sok sikert kívánok! Folytatásaként emléktábla avatásra kerül sor. Felkérem dr. Prizsán Józsefnét, a Kánkároly Versenybizottság elnökét, és Farkas Dániát, Kánkároly dédunokáját az emléktábla leleplezésére. Kérem nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnököt az emléktábla igei áldására.
kedves emlékező gyülekezet, 30 évet ünneplő közösség, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Kérem Puskás Lajost, az Országos Erdészeti Egyesület Békés megyei helyi csoportjának a vezetőjét, hogy méltassa Kán Károly életét, aki a 20. század magyar erdészetének kimagasló alakja volt. Kedves gyerekek, hölgyeim és uraim! Mielőtt gondolataimat megosztanám egy ilyen emléktábla avatásnak, mindenféleképpen egy-két gondolatot az életrajzból meg kell említeni. Kán Károly, erdőmérnök, gazdaságpolitikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az erdőgazdálkodás Trianon utáni újjászervezője, az Alföld Fásítási Program elindítója és korszerű első természetvédelmi törvénynek is tekinthető 1935-ös erdőtörvény fő előkészítője. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke volt, később pedig tiszteleti tagja. Talán ennyit az életrajzról. Ma már itt megemlékeztünk arról, hogy az Országos Kán Károly verseny immáron 30 esztendős. Egy másik évforduló is kerek, 100 éves, az 1923-ban kiadott 19. törvénycikk, ami Kán Károly államtitkársága alatt született. Az alföldi erdő telepítéséről és fásításokról szól ez a törvénycikk. Amikor ebbe beleolvastam, most, hogy készültem az alkalomra, én magam is megdöbbentem, hogy mennyire aktuális gondolatok vannak ebben a törvénycikkben. Most egy-két ilyen gondolatot hadd osszak meg önökkel. Az első fejezet az erdőtelepítések és fásítások helyének kijelöléséről szólt. A magyar alföld mezőgazdasági termelésének előmozdítása, továbbá az egészségügyi és klimatikus viszonyok megjavítása érdekében, valamint a lakosság faszükségletének fedezése céljából a magyar alföldet magukba foglaló törvényhatóságokkal tervszerű elosztással erdőket kell telepíteni és facsoportokat, szélfogókat vagy fasorokat kell létesíteni. Mintha mai feladatainkat hallanám, semmi nem változott. És akkor lapozzunk tovább ebbe a törvénycikkben, mert nem csak a célokat tűzte ki ez a törvénycikk, hanem az eszközöket is. Az erdőtelepítések kijelölt területeket a jóváhagyott erdősítési terv rendelkezései szerint a birtokos meghallgatásával, a birtokos anyagi erejéhez mérten megállapított határidő alatt le kell erdősíteni. Egy másik. A jóváhagyott erdősítési vagy fásítási terve elrendelt telepítés végrehajtása és a telepített erdő további ápolása és fenntartása a birtokos kötelessége. És mivel támogatta az állam ezt a igazából közcélt? Az alföldi erdők telepítését a következő kedvezményekkel mozdítja elő az állam. Kísérleti telepeket létesít, talajvizsgálatokat, talajvíz megfigyeléseket saját közegeivel végeztet az állam, és a szükséges berendezések költségeit viseli. Ha valaki esetleg járt Püspökladányon, egy éve a törvénycikk megjelenése után jött létre a Püspökladányi Alföldfásítási Központ, ami ma az Erdészeti Tudományos Intézet kutatóközpontja. Csemete mennyiséget indokolt esetekben mérsékelt áron vagy díjmentesen bocsátott a rendelkezésre az állam. A kivetett kezelési járulékot mérsékli vagy elengedi, attól függően, hogy a tulajdonos milyen anyagi helyzetben volt. Az első föld használatáig földadómentes volt ez az új erdő.
hiszen az erdő nem olyan, mint a kukorica, hogy elvetik tavasszal is már ősszelbe takarítják, ha itt a makkot elvetik, 30-40 évig csak költségmarhaita. És a községeknek, településeknek is feladata volt, csemetekerthez kellett biztosítani a földterületet, és ezeknek a csemetekerteknek szükség szerint munkásokat és más eszközöket is rendelkezésükre kellett bocsátani. Egy másik gondolat pedig az, hogy a mi emberi időablakunk túl rövid, túl szűk az erdő életének időablakához képest. Visszatekintettünk egy 1923-as törvényre, és itt élünk a 21. század második évtizedében, és meglepő hasonlóságokat vettünk észre. Egy újabb időablak a jövő. Ugye ez volt a múlt, úgy tudjuk értelmezni egyébként a jelenünket, és úgy tudjuk elképzelni a jövőket is, hogyha ezeket az időablakokat újra és újra megtekintjük, és felülvizsgáljuk a gondolatainkat. Én úgy gondolom, hogy ez a 23-as törvénycikk, ez kiállt az idő próbáját. Másfél hónappal ezelőtt több kollégámmal együtt Geszt határában jártunk, ott, ahol a 23-as törvénycikk értelmében a Tiszagrófok területén erdőt telepítettek, többek között Müller Géza bácsi, akit én személyesen is ismertem, már még nyugdíjas idős erdészt, aki a Grófok területén új erdőt hoztak létre, olyan helyen, ahol korábban majd több évszázada vagy évezrede volt erdőcsap. Most egy ilyen erdőbe mentünk el kollégáimmal, és a mi feladatunk nem az új erdő telepítése, hanem ez a közel 100 esztendős erdő megújítása volt, hiszen kezd kiöregedni. És ma már a mai erdésznek nem az a dolga ebben az erdőben, hogy újat hozzon létre, hanem a meglévőt megtartsa. És ugyanakkor megszemléztünk egy olyan területet, amelyik a Vörösmaros Nemzeti Parknak a területe, és egy 22 hektárnyi kiterjedéssel tavaly ősszel terveztük kollégáimmal oda az új erdőt. Azért, hogy a Toprongyos és a Kormány vízfolyás szigetén lévő kimagasló területen, a kimagasót persze alföldi értelemben kell értelmezni, nem pedig egy vidéki, új erdőt hozzunk létre, amelyik átmenetet képez majd a Tölkőri Szigliget erdőkből a Megécsi Réd réti növényzete irányába. Ezt azért mondtam el, hogy a gondolataim ugyanolyan kerekek legyenek, mint amilyen kerek a kerek erdő, nem geometriai értelemben, hanem tartalmilag, hogy megvan benne minden. Köszönöm a figyelmüket, és a szemhozódulást. Nagyon köszönjük Puskás Lajos Kán Károlyra visszaemlékező gondolatait, és most a emléktábla meghosszabbítására kerül sor. Oszogót helyezel a versenybizottság nevében dr. Krizsány Józsefné, a versenybizottság titkára, valamint Bódis Bertalan, a versenybizottság elnöke. Mezőtúrváros önkormányzata nevében Koszorút helyez el Herceg Zsolt országgyűlési képviselőt.